Szakképzési támogatói napot és karácsony kupa házi versenyt tartottak Mosonmagyaróváron a GMSC Hunyadi Mátyás szakgimnáziuma és szakközépiskolájában. A többi között a kőműves, a festő és a fodrász szakma képviselői is versenyezhettek. Már kiskorom óta nekem a fodrászat nagyon az álom. Nagyon tetszik a szakma, mivel vannak bizonyos kritériumok, de azon belül meg kibontakoztathatjuk magunkat, a kreativitásunkat, és nagyon tetszik, hogy valakinek valami szépet tudunk alkotni vele. A szakképzésen résztvevők már 6. alkalommal mérhették össze tudásukat az iparkamara segítségével. Már a szeptemberi iskola kezdésnél ez már szóba kerül, mivel 6. alkalommal rendezzük meg, ez benne van az éves program tervébe, mind az iskolák, tehát számítanak ránk, mind támogatók, hogy ez megrendezésre kerül, illetve a diákokban is már van egy bizonyos szintű várakozás, hogy itt meg tudják magukat mérni. A 2018-as kupán már 120 tanuló 18 kategóriában vett részt. A díjazottak pedig igyekeznek az itt megszerzett tudást és elismerést hasznosítani a jövőbeli karrierjük során. A gond akkor kezdődik, amikor valaki már valóban egy jó helyezést ér ezen a versenyen, és onnantól már nem Magyarországban gondolkodik, hanem onnantól már Ausztriában gondolkodik, vagy Németországban, vagy Angliában gondolkodik, és nem Magyarországon próbálja kamatoztatni ezt a tudást, amit itt megszerzett. Semmi gond nincs ezzel egyébként, hogyha külföldre mennek a diákok tanulni, én úgy gondolom, hiszen régen az inas évesek is így töltöttek, hogy miután végeztek az inasok, akkor elindultak tapasztalatot szerezni. A lényeg az lenne, hogy jöjjenek vissza. A verseny másik fő célja a díjazás mellett, hogy a tanulók megismerjék a vállalkozásokat, a vállalkozások pedig a tehetséges szakembereket, akik az utánpótlást jelenthetik majd számukra.